Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatel televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Bezáró posták, Tolna megyében 11 fiókot érint az intézkedés. Még nem érzik a korlátozásokat, a téltől tartanak a legjobban az intézményvezetők. Hősi halottakra emlékeztek, katonasírokat koszorúztak meg Szekszárdon. Migránsok, illegális határátlépőket fogtak el a rendőrök. Tizenegy fiókját zárja be a posta Tolna megyében hónap közepétől ideiglenesen a megugró energiaárak miatt. A helyiek kétségbe estek ott, ahol változásra kell készülni. Csütörtökön még nyitva volt a Tolna megyei Aparhanton a posta épülete, hónap közepétől viszont bizonytalan ideig rács kerül az ajtóra. Az állami cég ezt a fiókot is bezárja, ugyanúgy, mint az ország 210 településén 365 másikat. Ez nyilván itt a településünkön futó tűzként terjedt el ez a hír. Nagyon sokan megkerestek már a hosszú hétvége alatt is, hogy valamit az önkormányzat próbáljon megtenni. Nyilván azonnal megkerestem az illetékeseket, hiszen az önkormányzat nyitott arra, hogy ezt az ideiglenes bezárást elkerüljük, hiszen a legközelebbi posta az Bonyhádon található. A mőzsieket is érzékenyen érintik a bezárások. A döntés következtében itt sem lesz olyan hely november 12-től, ahol a helyiek csomagot, levelet adhatnak fel, vagy csekket egyenlíthetnek ki. Itt a mőzsibe csak ez az egy van, ugye Tolnára nem mindenki tud bemenni. És hát ez nagyon szomorú, hogy ez így adódott, hogy be kell zárni. A posta energiatakarékossági okokra hivatkozva zárja be a fiókokat. Tolna megyében így Aparhant és Mözs mellett Lengyelen, Felsőnánán és Medinán is megszűnnek a szolgáltatások. Ezek mellett Bonyhádon 2, Dombóváron 1, Szekszárdon pedig szintén 2 fiókkal kevesebb lesz elérhető. A változások azoknak jelentik a legnagyobb gondot, akik közül kevesen fizetnek például online számlákat, vagyis az időseknek. Talán még el tudunk ballagni a nagy postáig, de aki messzebb van, meg még betegebb, mint én, annak biztos nehéz lesz. Biztos arra kényszerítik az embert, hogy mindent a folyószámára írasson. Nem szeretném, hát ide járunk, igen. De gondolom, hogy elég nagy forgalmat épít, nem tudom, hogy miért zárnak be. A bezárásokkal kapcsolatban megkerestük a posta sajtószolgálatát is. Ők mások mellett azt írták, a kisforgalmú fiókjaikat érintik a változások, aminek következtében az ügyfeleik 87%-a semmit nem érzékel majd a folyamatból. Arra pedig, hogy mi lesz a munkanélkül maradó dolgozóikkal, azt felelték, hogy őket átirányítják más postákra. Elkészült, és a gyalogosok már használatba is vehették az okoszebrát Szekszárdon. A különleges átkelőt a Szent László utcában alakították ki egy biztosító társaság támogatásával. A zebra fényekkel jelzi az autósoknak, hogyha egy gyalogos a járda szélén, az átkelőhely előtt áll. Ezzel biztonságosabbá vált a közlekedés a város ezen szakaszán. A Technológiai és Ipari Minisztérium benyújtotta a foglalkoztatást módosító törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kezdeményezés elfogadásával megvalósulhat az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről, a munka és magánélet egyensúlyáról szóló uniós rendelkezések átültetése, olvasható a közleményükben. Az intézkedésnek köszönhetően duplájára emelkedett például az apanapok száma, azaz az érintettek gyermekük születése után kivehető 10 munkanappal rendelkezhetnek, és a gyermekek 3 éves koráig ezentúl 44 munkanap szülői szabadság illeti meg a munkavállalót. A törvényjavaslat új passzusai parlamenti elfogadásuk esetén jövő év január 1-től léphetnek majd életbe. A megemelkedett energiaárak már Tolna megye iskoláinak működésére is hatással vannak. Van, ahol csak a fűtést korlátozták és odafigyelnek a villanyhasználatra, de olyan intézmény is akad, ahol a testnevelés órákat már nem tudják a település sportcsarnokában megtartani. Ez a gázkazán gondoskodik a Bátai Hunyadi János általános iskola fűtéséről. Kétszer kapcsolják be egy nap, reggel 7 és 8 óra között, aztán a nap közepén. Az intézményben a szigorítások miatt maximum 20-21 fok lehet, de mivel csak egy termosztát van az épületben, ezért nem egységes mindenhol a hőmérséklet.
Ezeken kívül az iskolát más módon is érintette az energiaválság. Itt az önkormányzat tartotta fenn a sportcsarnokot, illetve a tankerület tőlük bérelte, azt viszont bezárták, úgyhogy a sportcsarnokból, amit lehetett, eszközöket áthoztunk az iskolába. Egyenlőre, amíg jó idő van kint az udvaron, folyik a testnevelés oktatás, és próbálunk egy osztálytermet kiüríteni, hogy rossz idő esetén ott azért egy kicsit tudjanak mozogni a gyerekek, illetve majd a folyosón. Az igazgatónő elmondta, most az évszakhoz képest még jó idő van, de tart attól, hogy mi lesz, ha megjönnek a téli hidegek. Hozzátette, a gyerekek egyelőre nem észlelik a korlátozásokat, de valószínűleg eljön az idő, amikor két pulóverrel kell majd készülniük egy-egy iskolai napra. A Bonyhádi Széchenyi István iskola fenntartójával, a Tamási Tankerületi Központtal együtt dolgozott ki egy fenntarthatósági tervet. Ők ezt követik. Mi azt várjuk el a gyerekektől, technikai dolgozóktól és természetesen a pedagógusoktól is, hogy olyan figyelemmel kövessék a hőmérséklet alakulását, ahogy otthon. Tehát ilyen gondos gazda módjára, legyen lekapcsolva a villany, amikor nincs ott senki, a szellőztetés az annyi ideig történjen, ameddig fontos, hogy ez meglegyen. Ezen kívül nyilván ne legyen 30 fok. A Bonyhádi iskola igazgatója hozzátette, a mostani helyzet a gyerekek szempontjából is hasznos lehet, mert felelősségteljes gondolkodásra neveli őket. Az első negyedévi 8,9%-ról a második negyedévre 6,3%-ra mérséklődött a használt lakások árának emelkedése, míg az újaké 6,6%-ról 3,3%-ra lassult. Az előző év azonos időszakához mért lakásár emelkedés 23,7%-ot ért el, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Lakásárindex című második negyedévi kiadványából. Ilyen mértékű 4/4 év alatt bekövetkező drágulásra még nem volt példa a megfigyelések kezdete óta. Az első és a második világháborúban elhunyt szekszárdi katonahősök előtt tisztelegtek a Tolnai megye székhelyen. A településen már több éves hagyománya van annak, hogy halottak napi alkalmával megemlékezést tartanak a katonasíroknál. Mécsesekkel és koszorúkkal tisztelegtek Szekszárdon az alsóvárosi temetőben nyugvó katonák sírjai előtt az egybegyűltek. Vannak, akik minden évben ellátogatnak ide halottak napja alkalmával, sőt olyan külföldön található kegyhelyeket is rendszeresen felkeresnek, ahol magyar honvédek nyugszanak. Mi Doberdo, Isonzo, Montegrappa, Cavazzo del Tomba magyar honvéd sírokat látogatunk meg, koszoroztunk meg, és részt veszünk minden első világháborús hőseink megemlékezésén, és mi már itt voltunk 2 nappal korábban, az összes síremlékre gyertyát helyeztünk. Petko Tamás szekszárdi katolikus plébános beszédében emlékeztetett, hogy az orosz-ukrán háború ismét európai emberek ezreinek halálát okozza. Szerinte halottak napja alkalmával róluk és minden elhunytról meg kell emlékezni, köztük a hősi halált holtakról is. Az alsóvárosi temetőben kialakított emlékhelyen 71 katona sírja található. Közülük sokan még 30 évesek sem voltak, amikor elestek. De névtelen honvédek és orosz hadifoglyok is nyugodnak itt. Gyurkovics János szekszárd alpolgármestere arról beszélt, régi hagyomány már, hogy a megyei jogú város vezetése halottak napja alkalmával megemlékezést tart ezen a helyen. Mi figyelünk erre nagyon, hogy kegyelettel emlékezzünk meg, és hát itt a városi megemlékezés is úgy érzem, hogy méltó volt és megfelelő színvonalas volt. Természetesen a katonák, az elhunyt honvédek, és hát természetesen a itt és a másik temetőben lévő családtagok, barátok, rokonok, ismerősök részére is. A szekszárdi alsóvárosi temetőben található katonasírokat néhány éve újította fel az önkormányzat. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén november 2-a és november 30-a között ismét lehetőség van a szőlőültetvények szerkezet átalakításának támogatására vonatkozó egyéni tervek benyújtására. A szőlőtermesztő körében népszerű intézkedés támogatási keretösszege a 2019-23 közötti 34 millió euróról 50 millió euróra emelkedett, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az Agrárminisztérium. A költségek aktualizálása mellett a támogatási intenzitás mértéke is emelkedik.
Az egyéni terveket továbbra is 3 évre lehet majd benyújtani, a korábbi esztendőkhöz hasonlóan november 2. és 30. között. November 3-án kezdődik és 1 hónapon át tart a Magyar Tudomány ünnepe. A jeles napokon többek között a háborúval, az energiaválsággal és a klímavészhelyzettel foglalkoznak az előadók. A 30 napon át tartó programsorozathoz Tolna megye is csatlakozott. Csütörtökön a Vosinszky-Mór megyei múzeumban több a témával kapcsolatos előadást is tartottak. Illegális bevándorlókat fogtak a rendőrök Tolna megye útjain az elmúlt napokban. Többek között az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán az autók alatt rejtőztek az egyenruhások elől. Az illegális határátlépőket a meghallgatásokat követően visszakísérték az ideglenes határzárhoz. Összesen 5 alkalommal fogtak el illegális migránsokat az elmúlt napokban a Tolna megyei rendőrök. Többek között a tolnamözsi vasútállomásról tett bejelentést egy dolgozó, hogy gyanús idegeneket látott. A kiérkező egyenruhások 2 férfit igazoltattak, akik marokkói állampolgárnak vallották magukat. Ugyanezen a napon nem sokkal később az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán lévő Fácánkerti pihenőben egy sofőr értesítette a rendőröket. 3 migráns egy kamion ponyváját kivágva bejutott a raktérbe, és őket ott fogták el. Tegnapi napon Fácánkertben 2 gyalogost igazoltattak a rendőrök, illetve ugyanott a Fácánkerti pihenőbe további 8-at állítottak elő, akik az autók alá elbújva próbáltak az igazoltatás elől meglépni. Szerdán pedig ismét az M6-os autópálya Fácánkerti pihenőjében a rendőrök további 6 illegális bevándorlót találtak, akik szintén az autók alá bújtak el. Ők pakisztáni, szír és marokkói állampolgároknak vallották magukat, de sem a személyazonosságukat, sem pedig magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni. Ezért őket előállították a szekszárdi rendőrkapitányságra, majd visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Ismét emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján. Azt írták, az elmúlt hetek stagnálása után kezdődött el újra a folyamat. A vizsgált városok közül emelkedő tendencia figyelhető meg Budapesten, Kecskeméten, Szegeden és Szekszárdon is. Közölték azt is, hogy a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja minden mintavételi helyen az emelkedett kategóriába esik. Összevont trófeaszemlén mutatták be a vadász idény alatt elejtett gím és dán trófeákat Tamásiban a Miklósvári parkerdőben. Az ünnepélyes esemény felszólalói a helyi vadászok munkáját méltatták. Vadászkürthagja törte meg a csendet Tamásiban a Miklósvári tónál található Szent Hubertus kápolnánál. A helyi vadásztársaság összevont gím és dám trófea szemlét tartott, ahova nem csak a szakma képviselőit várták. Az ünnepélyes esemény alkalmával Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a tavaly megrendezett világkiállítás egyik pozitív hozadékáról beszélt. A világkiállítás jó alkalom volt annak a bemutatására, hiszen csak Budapesten 616 ezer látogatónk volt a Hungexpón, és országszerte 1,6 millió ember látogatott ki a különböző rendezvényekre, hogy ha jól mutatjuk be azt a tevékenységet, amit a vadgazdálkodásban dolgozók, illetve a vadászok folytatnak, akkor azt a hétköznapi ember is megérti és elfogadja. A rendezvényen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a vadásztársaságok munkája az egész ország számára nagyon fontos. Látjuk azt, hogy milyen energiaválság van az egész világon, kiemelten pedig itt Európában és Közép-Európában is, amely bennünket érint. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ebből a lakosság minél kevesebbet érezzen, és hogyha nem lennének az állami erdőgazdálkodók, illetve gazdaságok, akkor úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb dolgunk lenne, és a lakosság is sokkal nehezebb helyzetbe kerülne. A társaság több évtizede szervezi meg a trófea szemléit. A vadászok kiváló területnek tartják Tamási környékét, az itt élő vadállomány leginkább a dámszarvasok miatt. Regionális híreink következnek. Az utcaképet félti a fűtőberendezésektől a képviselő, visszautasítja a fenyegetést a polgári oldal.
évadzáró motorozás több mint 100-an ültek nyerekbe. Fotók a sírkertekből, a legjobb képeket mutatják be a kaposvári keleti temetőben. A fűtési szezonban ne zaklassa a pécsieket a városvezetés. Ezt írta a közleményében a helyi Fidesz frakció. Arra a baloldali képviselő által tett nyilatkozatra reagáltak, amelyben a klímák külső egységeinek elhelyezését bírálta Horváth Tamás. Egy klímaberendezés külső egysége a Pécsi Tettye utcában. Ezek szabálytalan, a városképe nem élő elhelyezéséről beszélt a terület önkormányzati képviselője. Valószínűleg át kell helyezni, hogyha olyan helyen van, és ha engedély nélkül van kirakva, és olyan helyre, akkor az valószínűleg át kell majd helyezni. A baloldali képviselő azt mondta az online újságnak, érdeklődjenek az építési osztályon a lakók, hova helyezhetők a külső egységek. Ezek helyét ugyanis szigorúan szabályozza a helyi építési szabályzat. Nem ronthatják el az utcaképet a politikus szerint. Az áthelyezés pedig nem egy nagy dolog, véli Horváth Tamás. Ez azért nem olyan nagy beruházás, egy csővel arrébb húzni egy ilyen kinti lévő egységet, talán megoldható, és mégiscsak szebb lesz a város. A pécsi Fidesz frakció közleményt adott ki Horváth Tamás megszólalása után. Ebben azt írják, a képviselő gyakorlatilag megfenyegette a Tettye környékén élő pécsieket azzal, hogy a városvezetés ráküldi a hatóságot azokra, akik klímát szereltek fel a házuk, lakásuk homlokzatára. Ahol már napelemes rendszerrel működő ilyen klímákat fölszereltek, és ahol emiatt a rezsiköltségek elfogadhatóbbak, ott pont, hogy ez most egy nagy segítség az ott élőknek, és nem az, hogy P. Horváth Tamásék kényszerrel vissza akarják őket téríteni a gázfűtéshez ebben a helyzetben. Teljesen abszurdnak tartjuk ezt a felvetést, és épp ezért arra kértük a városvezetést, hogy legalább májusig adjanak moratóriumot az ott élőknek. A fideszes képviselő szerint, ha Horváth Tamás ilyen érzékeny az utcaképre, akkor máshol kellene rendet tennie. Ajánlanám figyelmébe nagy szeretettel a Magaslati úton levő kaspókat, ahol teljesen tájidegen növényeket óriási kaspókba ültettek, ahelyett, hogy a korábban onnan kipusztult hársfasort pótolták volna, ami a természetes növényzete a mecsek ezen oldalának. Talán ebben lenne neki tennivalója, és nem pedig a Tettye utcában lakókkal basáskodni a házoldalakon levő klímák miatt. Ez az utca is a képviselő területéhez tartozik. Ebben a nehéz helyzetben pedig nem kellene akadályozni a Tettyén élőket, hogy olcsóbban felfűthessék házaikat, mondja a képviselő. Szezonzáró túrát szervezett a Somogyi Motorosok Egyesülete. Az úti cél a nyugat-balatoni régió volt. Erre a ma már hagyományosnak mondható kirándulásra több mint 102 kerekű indult útnak. A Somogyi Motorosok Egyesülete a hosszú hétvégén ismét meghirdette népszerű szezonzáró túráját. A résztvevők ezúttal is Kaposvárról indultak, majd a Balaton felé vették az irányt. A csapathoz útközben is folyamatosan csatlakoztak. Nagykanizsáról érkeztem, és az idei évben csatlakoztam ide a Somogyi Motorosok közösségéhez. Egy nagyon jó csapat, befogadók, nem támasztottak követelményeket. Itt az kell, hogy az ember szeretetben, barátságban meg tudja élni ennek az életformának minden csodáját, öregbíteni tudja a kultúráját. A tagok többségének szenvedélye a motorozás. Az az életérzés, tehát amikor valaki kiskorában legelőször ráül egy motorra, azt igazából ezt így nem lehet így külön megfogalmazni, ezt az érzést, ezt át kell élni. Tehát, hogyha ezt valaki átéli, akkor onnantól nem tud leszállni a motorról, például én. Sosem késő motorra pattanni, tette hozzá egy másik túrázó. Én egy betegség után fordultam, és 59 évesen vizsgáztam motorból, és hát azóta van közel 30 ezer kilométerem. És meggyógyultam. A résztvevők ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy nem csak a motorozás, hanem a hangulat és a társaság miatt is szívesen ülnek nyerekbe. Mindig nagyon-nagyon kedvesek, barátságosak a társaink, és biztonságosan próbálunk motorozni, úgyhogy nagyon jó hangulatban telnek. Jók a programok. A csapat most a Balaton nyugati oldalát járta be két keréken, több mint 200 kilométert tettek meg együtt. Kisebb és nagyobb sírkertekben is készültek azok a képek, amelyekből a legjobbakat mutatják be a kaposvári keleti temetőben.
Immár 11. alkalommal hirdették meg a fotópályázatot, amelyre 21 alkotó több mint 130 felvételt küldött be. Ezekből egy zsűri válogatta ki a legjobbakat. Benkocs Balázs a Toponári temetőben készítette a fotópályázatra nevezett képeit. A második helyzet képen egy sírkő, amit körbevesz egy bokros növényzet, amiből piros elég erősen dominál. Ez tulajdonképpen az élet és a halálnak a vonatkozását próbálja kifejezni, mivel a sír állandó, viszont a virág él, úgyhogy ezt próbáltam vele szimbolizálni, hogy még a halálban is van élet, vagy hogy nem ér véget az élet a halállal. A fotós három alkotással nevezett, ebből kettő is díjazott lett. A másik kép azért kapta a Társas Magány címet, mivel a kereszt is, illetve a fa is a semmi közepén áll, és egymás mellett vannak, szóval még sincsenek egyedül, de mégis magányosak, úgyhogy így a Társas Magány az helytálló volt. A Somogy Temetkezési Kft. És a Somogyi Hírlap 11. alkalommal hirdette meg a Somogyi Temetők üzenete elnevezésű fotópályázatot, amelyre idén 21 alkotó összesen több mint 130 felvételt küldött be. Tárgyemlékek üzennek is nekünk, üzennek az élőknek, és egyfajta mulasztásunkra is emlékeztetnek minket akkor, amikor elhanyagolt, gondozatlan sírokról készülnek felvételek. A mai fotókiállítás képei között, ahogy én átnéztem, zömmel működő temetőkbe készült képek vannak, de ezek is az elmúlásról szólnak, az elmúlásról üzennek nekünk. Egyfajta kortörténet és egyfajta misszió az, amit a fotósaink elvégeznek. A zsűri 17 fotót választott ki a tárlatra, amely a kaposvári keleti temetőben tekinthető meg. A Somogyi Temetők üzenete elnevezésű fotópályázat első helyén Kontraszt című felvételével Fejes László végzett. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Bezáró posták, Tolna megyében 11 fiókot érint az intézkedés. Még nem érzik a korlátozásokat, a téltől tartanak a legjobban az intézményvezetők. Hősi halottakra emlékeztek, katonasírokat koszorúztak meg Szekszárdon. Migránsok, illegális határátlépőket fogtak el a rendőrök. Pénteken egy mediterrán ciklon meleg frontja éri el hazánkat. Délelőtt borongós idő lesz jellemző, a Dunántúlon már a reggeli órákban elered az eső. A csapadék előreláthatólag a Duna vonaláig terjeszkedik, többfelé megélénkül a délkeleti szél. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!